Világ a Magyar Percek című televíziós műsora Vajdasági Pancsován 500. adását tartották meg. A műsor különlegessége, hogy olyan helyen sugároz magyarul, ahol más magyar nyelvű adás sokáig egyáltalán nem volt fogható. A Vajdaság legdélebbi magyar szórványban készülő heti félórás adásának 15 000 nézője van. A Magyar Perceket 1999 karácsonyán tűzte műsorra a pancsovai helyi televízió. Egyre kevesebben szerkesztik a műsort, jelenleg csupán hárman. Az iparvárosban és környékén már csak szórványban élnek magyarok. Legutóbb az egyik iskolában mindössze 5 gyereket írattak magyar osztályba. A műsor szerkesztőségét egy évtizeden át Balassa Júlia vezette. Ezt a lehetőséget, a tájékoztatás óriási hatalmát nem szabad kiengednünk a kezünkből. A Magyar Percek célja az anyanyelvű tájékoztatás, hiszen ebben a térségben sokáig ez volt az egyetlen olyan médium, amely magyarul szólt az itt élőkhöz. Itt nem fogható sem az Újvidéki Rádió, sem a televízió adása. Híreket hallunk a magyar lakta településekről, a kulturális életről, tehát ami zajlik az egyesületeinkben, és hát lehet magyar szót hallani. A műsor szerkesztői abban reménykednek, hogy a jövőben támogatást kapnak majd a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanácstól, így megoldódnának anyagi gondjaik.